Augusztus közepén vette kezdetét a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokság 56. idénye. A korábbi évekhez hasonlóan az idei első félszezon is kiváló hangulatot és izgalmas mérkőzéseket hozott. Bár a stadion beruházása miatt két salakpályát lezártak, szeptemberben az egymást követő esős napok szóltak közbe, és az energiaválság sem könnyítette meg a szervezést, a mérkőzések színvonalát ezek nem befolyásolták. Sikerült megoldani, hogy játszottunk a Kisműfőves pályán is, első napot töröltük, és így gyakorlatilag a DEF pályán és a Kisműfűves pályán játszottuk le a bajnokságot. Sajnos egy hét volt, amikor végigesett az eső, és ez egy kicsit megbonyolította a dolgot, de a csapatok partnerek voltak abban, hogy tudtuk pótolni Kisműfűves pályán, akár hétvégén is, szombati napon is játszottuk a mérkőzéseket, és egy szenzációs őszt tudunk magunk mögött. Nagyon sok veretlen csapat van még a bajnokságban, összetömörödött a mezőny, a kiesések sem igazán dőltek még el, úgymint hiszen csak egy fél idényt játszottunk, bár 600 mérkőzésen vagyunk túl a bajnokságban. A kispályás foci pedig folytatódik, immár fedett körülmények között. Hétvégétől ugyanis kezdetét veszi a teremlabdarúgó bajnokság. Az előző évekhez képest a helyszín azonban idén változik. Miután több sportlétesítményt bezártak, a Bencs László szakképzőiskola és a Bánki Donát műszaki technikum csarnokait pedig csak a versenysportolók használhatják, így a kispályás labdarúgók a következő hónapokban az idén átadott nyírpazonyi sportcsarnokban játsszák majd a mérkőzéseket. Nekünk meg kell találni azt a helyszínt, ahol mégiscsak le tudjuk bonyolítani a teremlabdarúgó bajnokságot, hiszen ezért ez billeget. Ez a létsz utolsó pillanatig, mert nem voltunk benne biztosak, hogy el tudjuk indítani a bajnokságot, de egy óriási segítő kéz jött felénk Nyírpazonyból, Duvai László polgármester úr, és Hajdú Barna sportvezető és tanár segítségével Nyírpazonyba fog kerülni a teremlabdarúgó bajnokság, és 33 csapat nevezett a bajnokságra. Ez a bajnokság már szombaton, tehát november 12-én el is indul, és azt követően gyakorlatilag minden szombaton és kedden játszani fogunk, szombatonként reggel 9 órától, egészen este 5 óráig, keddenként pedig egy csoport játszik folyamatosan, az A csoport, ők 18 órától 22 óráig fognak játszani. A nevezett 33 csapat pedig azt jelenti, hogy csaknem 500 embernek lesz alkalma télen is a rendszeres mozgásra. A szabadban várhatóan április elején folytatódik a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokság.